A Tour de Hongrin befutóját megelőző órákban már pezsgett a József Attila utca. Megrendezték ugyanis a 12. Magyarország legerősebb rendőre versenyt. Azt, hogy ki lett a győztes, megtudhatják most következő anyagunkból. Véget ért a Magyarország legerősebb rendőre verseny, ahol Krisztián lett az első, akit nem kell bemutatni a szoboszlóiaknak. Nagyon sokan voltak, nagyon sok versenyszám volt, mutatjuk a részleteket. Szóval, ahogy mondani szokták, belecsaptunk a közepébe. A Tour de Hongrit megelőző órában megrendezték a 12. Magyarország legerősebb rendőre versenyt. A tornára egyre több érdeklődő érkezett, ahogy közeledett a verseny kezdete. Több számban is megmérettették magukat a versenyzők, akik közül volt olyan is, aki mindössze néhány hónapja foglalkozik a sportnak ezzel a területével. Ő például Somogyi Dávid, aki a verseny ezüstérmese lett. Hogy érezted magad a verseny alatt? Jól éreztem, köszönöm a kérdésedet. Jó verseny volt, csak kicsit meleg van. Felfelé nyomás különféle súlyokkal, 50-100 kilóval. Ezen kívül még számos versenyszámban kellett teljesíteniük. Volt lengős újcipelés, ez is választható volt, volt 280 és 330 kiló. Volt még tárcspakolás, volt egy 100 kilós hordó, egy 100 kilós kőgolyó és egy kb. 80 kilós traktorgumi, illetve volt még a autóemelés, az körülbelül 280 kiló volt. Neked melyik ment a legjobban? Hát nem tudom megmondani, ez talán az autó felhúzás ment a legjobban. Mióta foglalkozol ezzel? Külön ezzel a erős ember versenye körülbelül 2-3 hónapja. Honnan jött, hogy ezzel foglalkoz? Van egy nagyon jó edzőm, illetve kettő, Szabó Zsolt, 5-szörös országos bajnok, illetve Lukács Krisztián, 7-szeres rendőrbajnok. 7-szeres győztes volt eddig a versenyig. Lukács Krisztián ugyanis 8. alkalommal is a legerősebbnek bizonyult, annak ellenére, hogy egy sérüléssel is meg kellett küzdenie a verseny folyamán. Milyen volt számodra ez a verseny? Nehéz. Ugye már 42 éves vagyok, és nagyon sok olyan versenyszám volt, amit nem tudtam úgy gyakorolni. Hál' Istennek a Somogyi Dávid, aki második lett, ő átjött hozzám edzeni, és ugye én is, mint tanítványomként számot tartom, nem csak a Szabó Zsolti, és így hál' Istennek sokat segített abba a felkészülésbe, hogy én fel tudjak erre a versenyre készülni, mert nagyon sok nehezítő körülmény volt mostanában az életemben, ami miatt ugye kicsit nehezebben sikerült. És most ugye látszott is, hogy a harmadik számban leszakadt a bicepszem, egy picit megsérült, de azért csak végig küzdöttem, az akarat megvolt. Ami ugye kulcsfontosságú, nem elég önmagában a megfelelő testfelépítés. Vannak olyan tényezők, amelyek nagyon fontosak és láthatatlanok. De mi kell ahhoz, hogy itt valaki sikerrel szerepeljen? Itt az kell, hogy sikerrel szerepeljen, hogy legyen neki akarata, és utána a többi az már jön magától. Ha akaratom van, akkor elmegyek, megkeresem az egyik legjobbat. Ugye Szabó Zsolt köszünk az egyik legjobb, ő megkereste Szabó Zsolt, a Szabó Zsolt átjött hozzám, és ugye Dávidot közösen alakítottuk ilyenné, hogy ugye nem csak erőt kell hozzá, hanem ügyesség is az ilyen versenyszámokhoz. Neked melyik ment a legjobban? Az autófelhúzás, mert abban csináltam a legtöbbet. Sajnos ugye a bicepszem az egy kicsit hátráltatott, még lehet, hogy tudtam volna kettőt vagy hármat csinálni. A lengősúlynál ugye volt egy kis technikai malőröm, mert ugye beleakadt a lengősúly a gumikba, és ugye elvitte a elforrult a tengelyem, és így egy kicsit pár másodperccel kevesebbet tudtam csinálni, de végül is végig küzdöttem. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy az aranyérmet vehesse a nyakába. És bár már tervezi, hogy abba hagyja a versenyzést, nem fordít teljesen hátat a sportnak. Nem azt mondom, hogy furcsa, mert ugye megszoktam már, hogy megnyerem a versenyt, de már most annyira kifele lóg a lába vége, ugye már a korom miatt, hogy lehet gondolkozok abba, hogy jövőre már csak mint rendező és speaker fogok ezen a versenyen elindulni. Minden versenyzőnek ezúton is gratulálunk.